Az óvodások baglyos színezőjén a gyerekek kedvenc meséinek címe látható. Ők így segítették az új helyi könyvünnepet, amelyet a Kazinci Társaság szervezett meg a város sétáló utcáján. Az empléni közgyűjtemények, az újhelyi pataki múzeumok, levéltárak, könyvtárak megmutassák magukat a nagy közönség számára, és hát mi kínálkozna erre, vagy mi kínálna erre szebb alkalmat, mint az ünnepi könyvhét rendezvény sorozata, hiszen ezeknek a gyűjteményeknek nagyon komoly tudományos teljesítménye van, ami kötetek formájában megjelent az elmúlt években, évtizedekben, és ezt egy kicsit közelebb szerettük volna hozni az újhelyiekhez, a város lakóihoz, az itt dolgozókhoz, az itt tanuló diákokhoz. Tíz sátorban azokat a könyveket és kiadványokat lehetett megvásárolni ma Sátoraljaújhelyben, amelyek a Sárospataki újhelyi közgyűjtemények gondozásában jelent meg, de ott volt a vásáron az újhelyi könyvtár, az Abolcs-Zemplén értékeiért társaság és a Kazinci Társaság is. Szép halom című évkönyvünkben 24 kötet jelent meg, és aztán hát a legkülönbözőbb témákban jelentettük meg könyveket. Tehát magyarul nem kérnek érte tiszteletdíjat, hanem arra büszkék, hogy a Kazinci Társaság égisze alatt, neve alatt megjelentek könyveik. Tehát ez Magyarországon tényleg, vagy mondhatom a Kárpát-medencében páratlan teljesítmény. A járókelők örültek a kezdeményezésnek, hiszen olyan kiadványokat lehetett most megvásárolni, amelyeknek nagy része hivatalosan nincs forgalomban, csupán az egyes intézményeknél elérhetők. Amikor egy szép könyvet az ember a kezébe vehet, annak szaga van, a festéknek a szaga átjárja az ember lelkét, és egy nagyszerű dolog egyébként. A könyvünnepen szóba került a kiadás nehézsége is. A standokon árulók többsége pályázatból tudja kiadni az írásokat. Ahhoz, hogy könyvet tudjunk kiadni, pályázni kell. Szerencsére például a Magyar Nyelv Múzeuma körül már kialakult egy olyan kis szakmai műhely, amely folyamatosan gyarapszik, tehát egyre több és több szerzőt tudunk megszólítani, és kapunk is tőlük írásokat. A kérdés az, hogy ezeket kötetbe gyűjtve meg tudjuk-e jelentetni. A könyvünnepen fellépett a halomdalkör is. A tagok a sétáló utca szobraihoz igazított nótákkal szórakoztatták az érdeklődőket. Ki a császár?